kétszobás lakás Nyíregyháza belvárosában. Ez az ingatlan akár egy-két napon belül könnyen kiadható lenne. Egy szakértő szerint a megyeszékhelyen keresleti piac van az albérletek esetében. Vagyis kevesebb kiadó ingatlanra több érdeklődő jut. A szakember azt mondja, az áremelkedés egyelőre nem jelentős, 10% körüli drágulás figyelhető meg az ilyen típusú lakásoknál. Ez összegszerűen azt jelenti, hogy állapottól függően 100-120 ezer forint plusz rezsiért adják ki ezeket. Illetve adnák, mivel alig van kínálat ezekből. A rengeteg multicég, ami Nyíregyházára jött, és most folyamatosan még jönnek, rengeteg albérletre van szükség a dolgozóknak, felső vezetőknek, úgyhogy nagyon kevés albérletünk van kiadó, ami bejön egy-két napon belül, tovább is kerül, úgyhogy a családi házak azok nagyon minimálisak, ami Nyíregyházán kiadó, vagy Nyíregyháza vonzás körzetében, azok évente pár darab. Igazából lenne igény családi ház kiadására is, de nagyon kevesen adják ki a házakat. A bérlők számára kiemelten fontos szempont lett a várható rezsiköltség, ami egyébként nem csak a kiadásra, hanem a későbbiekben az eladásra kínált ingatlanok piacát is befolyásolja majd. Ugye még nem tudjuk, mert most fognak majd kijönni az első számlák, de már így az előrejelzések alapján, főleg aki nem magánszemély, vagy olyan nagy épületek, ott azért 4-5-szörös árak lesznek rezsiszámlában, főleg ugye villanygázról beszélünk. Még szerintem majd most fog még tornyosulni, hogy a nagy házakat szerintem már többen is hívtak, hogy a nagy méretű, ezek a régi 90-es években épült házakat értékesíteni szeretnék, mert hogy nem fogják tudni a fűtését kifizetni. Az albérletek esetében az alacsonyabb fenntartási költségek mellett fontos szempont még a bérlők számára, hogy ne üres lakásba költözzenek. 90%-uk ugyanis bútorozott lakást keres.